vendégünk tehát Király Dávid, és az előző zenei bevezetőből szembetűnő lesz, hogy a Dudás Táncház népzene lesz a témánk, és hát tudatosan nem konferáltam föl a titulosodat is, mert így eléggé szembetűnő lesz a kettősség, hogy ha azt mondom, hogy geográfus vagy, akkor vajon mit keres egy óriási duda a kezedben? Érdekes lenne egy kicsit erről beszélni, hogy hogyan vezetett el az utad a dudák szeretetéig a geográfiától. A geográfusság az, azzal ma már nem igazán foglalkozok. A gimnázium után nem tudtam, hogy hova menjek tovább egyetemre, és mivel nagyon szerettem a természetet, meg a földrajzot, ezért oda vezetett az utam, és már a földrajz szak alatt kezdtem el dudálni, egyetem alatt. És aztán hosszú időre igazából ez ilyen mellékvágányra került, tehát hogy hobbiból dudálgattam, és igazából akkor indultam el én komolyabban ebbe az irányba, mert mint ugye a hangszerrel, annak a tanításával, meg a zenei életnek a megszervezésével, ami ekköré csoportosul foglalkozzak, amikor a 2017-ben jelentkeztem a Felszállott a Páva című televíziós tehetségkutató műsorba, akkor kezdtem el nagyon komolyan fölkészülni rá, ott a középdöntőig jutottam el, viszont aztán elhatároztam magam, hogy akkor fölvételizni fogok a Zeneakadémiára, és végigcsinálom, és tanári diplomát szerzek, de közben már jöttek ilyen-olyan megkeresések, hogy tanítsak táborban, tanítsak alapfokú zenei iskolában. Amíg zenéltél, figyeltem a dudát a kezedbe, hogy egy nagyon szépen megművelt, kiművelt dudád van. Mit kell erről tudni? Illetve hát az is látszik, hogy itt egy másik típusú duda hever az asztalon, szóval mi a különbség a kettő között? Igen, a Kárpát-medencében alapvetően 4 duda típust lehet elkülöníteni nagy vonalakban. Azok közül ez az egyik. Ez az, amit magyar dudának hívunk. Egy kettő sípszárból áll. Ez a legjellegzetesebb a Kárpát-medencei dudákban. Ebben 2 darab nádsíp szólal meg, ezt akár meg is mutathatom, tehát 2 darab valamilyen testre erősített nád, vagy egy önmagában álló nád, ami be van hasítva, azok szólalnak meg ilyen hangosan tulajdonképpen. Az egyik oldalán a dallamot játszom, a másik oldalán a ritmust, illetve egy ilyen egyszerű kíséretet, és itt van ez a hatalmas, úgynevezett bordó síp, vagy basszus síp, ez egy basszus kíséretet szolgáltat, szintén egy nád rezeg benne. Egy folyamatosan zúgó, búgó, vagy bőgő, mert bőgősípnak is nevezik, mint a tehén, úgy bőg, milyen. Egy ilyen hanggal kíséri a zenét. Ez egyébként a középkori, meg reneszánsz időszakban élte a virágkorát. Ez az akkori hangzásideálnak a maradványa tulajdonképpen, amit átörökítettek a 21. századig. Nekem nagyon tetszik a mögöttes filozófiai, tehát hogy minden ebben az egy hangból van benne tulajdonképpen. Tehát igen, ez az egység az, ami nagyon szépen megszólal a dudában, tehát hogy minden hangot lefogok rajta, akkor csak egyetlen ilyen nagyon szépen csengő hangot hallunk, és aztán ebből bontakozik ki az a változatos dallamvilág, ami a dudások játékában megfigyelhető. Thank you.
Hát a magyar dud az többnyire úgy néz ki, hogy tehát mint mondtam, a kettős sípszár és a bordós síp az mindig megvan, és akkor ennek van egy kecske, kós, illetve az Alföldön az már egy másik típus menyecskefejes, vagy ördög, esetleg legényfejes változata, és ezt szájjal fújjuk. Régebben a dudáknak az elődeit, amik még az ókorban léteztek, azokat úgy fújták, hogy a szájukba vették az emberek a nádat, és körlégzéssel szólaltatták meg őket. Aztán később hozzákerült ez a tömlő, ami megkönnyíti a játékosnak a dolgát, mivel nem kell folyamatosan a levegőellátást biztosítani, hanem elég időnként belefújni, és a többit azt pedig a karjával, illetve az oldalával átveszi a többi munkát. Létezik olyan típusa is a dudának, amit Moldvában használnak. Nagyjából megegyezik ezzel, csak másképp néz ki. Itt van egy másik típus, tehát ez egy korábbi állapotát tükrözi a hangszer fejlődésnek. Ez egy vájus szerkezetű, úgynevezett vájus szerkezetű duda. Tehát kiválják a vájút a fából, abba beledugdossák a csöveket, és arra faragják ki a játszójukat, és a csövekhez csatlakoznak a nádak. De a megszólaltatásnak az elve az ugyanaz, tehát egy tömlő szól, van benne bordósíp, meg van benne dallamsíp. Ez konkrétan egyébként a dráva egy keskeny sávjában elterjedt horvát dudatípus, ami nagyon hasonlít a magyarhoz, az ottani magyaroknak a dudájához is. Hát a legnagyobb érdekessége vagy különlegessége az, amit még itt tartogatok, hogy ezt nem szájjal, hanem ilyen fújtatóval, ami leginkább a kovács fújtatóra vagy a gumimatrasznak a pumpájára hasonlít, azzal szólaltatom meg, oly módon, hogy ezt a szíjakkal ide kötözöm az oldalamra. És, igen. Ezzel lehet közben énekelni, ez amiatt nagy könnyebbség, illetve hogy annak a levegőnek a hőmérsékletét fújja bele a dudába, ami körülveszi az éppen a dudást, míg a másiknál az könnyebben hangolódik, hiszen ott egy nedvesebb, melegebb levegő érkezik be a sípokhoz. Érdekes, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy szó volt arról, hogy a duda középkorban élte a virágkorát. Mi a helyzet ma? Ma hány dudás fér meg sok csárdában, de hogy Magyarországon legalábbis. Hányan vannak, akik ezzel foglalkoznak, mondjuk olyan szinten, hogy az produkcióképes is? Hát azt hiszem egy éve vagy két éve összeszámoltuk egy Facebookos dudás csoportban, hogy nagyjából hányan lehetünk, hány dudásról tudunk, és azt hiszem az jött ki, hogy olyan 200 körül van azoknak a száma, akiknek már volt duda a kezükben, vagy akik már csináltattak maguknak dudát, és valaha dudáltak. Szerintem aki most itt színpadképes dudás, az egy olyan 40 és 50 közé tehető. Tehát elég kevés. És abból, aki még úgy aktív, az meg inkább a 20-30. De én úgy veszem észre, hogy egyre népszerűbb, legalábbis a népzenészek körében, tehát most nekem is van jelenleg 7 kis általános iskolás tanítványom, illetve korombeli barátaimnál látom, hogy akik dudálással foglalkoznak, hogy hozzájuk is egyre több érdeklődő kisgyerek érkezik, illetve azok, akik nagyjából akkor kezdtek el dudálni, mint én, csak jóval fiatalabbak voltak nálam, ők már most nőnek meg akkorára, hogy most vannak olyan 16 és 20 éves koruk között,
És ők ezt abban a korosztályban is népszerűsítik, és nagyon tehetségesek, úgyhogy ez mindenféleképpen egy biztató tendencia szerintem a hangszer részéről. Hát igazából majdnem kihalt ez a hangszer a 20. század végére. Néhányan ifjabb Csóri Sándorék kezdték el ezt föllevelevenníteni a 70-es években, és aztán a 90-es években megtaláltak még egy dudást, aki még autentikusan, tehát a nagyszüleitől, vagy hát a nagyapjától tanult meg dudálni, Pál Pista bácsi volt ő, aki aztán áthozta ezt a 21. századba is, mert 2015-ben hunyt el. De ő még az a nemzedék, aki otthon tanult meg hagyományos környezetben zenélni. És ő volt az, akihez aztán rengetegen jártunk a nyári táborokban, és megtanultunk tőle dudálni. Sej szombat este, kinyitom az ablakot, onnan nézem a ragyogós csillagot. Ahány csillag ott fent ragyog az égen, sej annyi csóktól maradtam el a héten. Ahány csillag ott fent ragyog az égen, sej annyi csóktól. Igen, itt elérkeztünk egy érdekes témakörhöz, hogy például mennyire fontos az, hogy a régi hagyományos népzenét belehelyezzük egy kortárs köntösbe, vagy esetleg idomítsuk hozzá, vagy tartsuk meg abban a milliójében, abban a típusában, ahogyan azt megismertük, ahogyan ránk hagyták. Szóval érdekelne erről a véleményed, hogy mennyire kell haladni a modern irányzattal szerinted? Hát szerintem nem igazán, de hát valamilyen kompromisszumot mindenképpen kell kötni, tehát meg kell találni a közös nevezőt azokkal az emberekkel, akik a jelenlegi korban egy városi környezetben ennek a zenének a megismerésére egyáltalán vállalkoznak, illetve tehát, hogy azok az emberek, akik érdeklődnek valami ilyesmi iránt, azok számára élvezhető zenét nyújtsunk. Egyébként érdekes, mert én is az úgynevezett folk metal zenei műfajon keresztül érkeztem ide. De ma már ilyet biztos nem csinálnék, mert nem az a zenei világ áll hozzám közel. Az a feladatunk, hogy megtanuljuk egyáltalán hitelesen ezt prezentálni. És én úgy látom, hogy ez inkább hát most azt már nem mondhatom, hogy hagyományos közeg, mert már nem léteznek ilyen organikus falu közösségek, de hogy az ebbe az irányba tapogatózó, vagy ezt az organikus falusi létnek az ideáját, vagy a saját szemük előtt látó és ebbe az irányba törekvő, a városi léttel szemben ebbe az irányba törekvő embereknek a közösségében lehet igazán megszólaltatni ezt a hangszert, illetve hogy ott tudunk igazán mulatni rá. Most gondolok itt például az olyan nyári zenei táborokra, mint az Egyszólam tábor, vagy a Tihanyi Burdon tábor, ahol ennek már van egy kialakult kultúrája, ha fogalmazhatok így. Ott ismerik a zenéket, és tudják rá jól érezni magukat itt Budapesten.
ez úgy tűnik, hogy, hogy egyelőre még az emberektől egy kicsit idegen, mert már elfelejtettük ezt a hangzást, amiről a dudazene szól. Most a moldvai meg az erdélyi vonós táncházak a népszerűek, de hát 20 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 40 évvel ezelőtt még azok is kevésbé voltak népszerűek, szóval van remény szerintem. Aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, mondja a dal. Illetve ott vannak a jó nagy kutyák, abból lesznek a jó dudák. Hát a gyűjteményemben van kutyabőrduda is, egy német juhász szőre. Hát az állatbarátoknál ez nem vált ki tetszés, de hozzáteszem, nem az én kutyám volt, a gyűjteménybe úgy került. Viszont külföldön egyszer felléptem, és kevésbé átgondoltan a kutyadudával is játszottam, és hát nagyon negatív. Nem közvetlenül a zenének, de elrettentő volt az, hogy látták a kutyát, német juhásznak a szőrét. Tehát a duda meghatározó és nagyon megbecsült eszköz volt egyébként a magyar duda. Jellegzetes, tehát az udvari zenében, a verbúválástól kezdve, katona zenében, mindenhol máshogy előfordult, és hát a népzenében egy személy, egy zenekar volt. Mert dallam, kontra, bőgőrész egyszerre tudott megszólalni, és imitálta a teljes zenekart. De igaz az a mondás is, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában. És ez onnan ered, hogy egy dudát behangolni tisztára is önmagában nagy és nehéz feladat. A kettőt együtt pedig különösen nehéz, vagy többet még inkább, és ha picik is lebegések vannak, azt a süket is észreveszi. És szerencsére jó néhányan vagyunk, és egyre több fiatal van, aki nagyon profin készít dudát, a Csutorás táborba is Bese Botond is jött, ugye előtte Pál Pista bácsi hosszan évtizedeken keresztül tanított nálunk is, amíg élt, hát szegény szép évet élt meg ilyen értelemben, de hát ereje teljé még utolsó éveiben is a csárdást dudálta és táncolt közben. Hát hihetetlen, ugye, hogy milyen ereje volt, és szerintem Pista bácsit is a zene, a népzene, a duda és a sikerélmény éltette a szó nemes és jó értelmében, hogy ő átadja, és az, hogy őt szeretik, hogy rajonganak érte, amit ő tud, az érték, tehát fölfedeztették vele, és ő ebben szeretett is, meg általában ugye azok, akik ilyen helyzetben vannak, azok feltöltődnek, és plusz energiákat, meg éveket nyernek, és nagyon örülünk, hogy jóval 90 fölött még tudott tanítani nálunk is a táborban. És vagyunk olyan dudakészítők, mi is családilag apámmal, meg bátyámmal is készítgetünk. Tehát olyanokat tudunk készíteni, amiből 10-20-at is össze lehet állítani szépen egymás mellé, és működnek üzembiztosan.
persze, ha a dudás is tud vele bánni. Mm. Ugye én az első dudát, amikor megvettem, sosem felejtem el, hazavittem, nagyon örültem neki, a mester megmutatta, hogy hogy szól, hú, hát fantasztikus, megyek haza, gyakoroltam, próbáltam, de eltelt egy hónap, mire be tudtam hangolni, hogy tisztán együtt megszólaltak a sípok. Utána játszottam rajta, elhangolódott. Visszavittem a mesterhez, hogy gond van a dudával. Szeretettel fogadott, megmutatta, hogy mi a probléma. Nem szólt semmit, húzott a bajuszán kettőt, beállította, visszaadta. Egy hónap múlva megint, hogy gond van a dudával. És akkor harmadjára mentem, akkor morózusan rám szólt, hogy nem a dudával, a dudással van gond. Meg kell tanulni, tehát a népi hangszer az nem olyan, hogy megveszem készen és működik. Tehát azzal együtt kell lélegezni. Persze ma már azért egyre profibb olyan hangszerek készülnek, rengeteg finomítással, újítással, egyebekkel, amelytől a jellegzetessége, a hangzása, a stílusa, a lüktetés, ami egy dudatáncházra is jellemző, az megmarad, de sokkal stabilabban használható. Tehát a dudatáncnál ugye az egyenletes ritmus jellemző, tehát akár negyedes vagy nyolcados ugrós típusú táncokat, kanásztáncokat játszanak. Ahogy azt megszokhatták kedves nézőink, vendégünk dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató, és hát közeledik Márton napja, Túri Szent Márton püspökre emlékezünk, akihez több keresztény hagyomány is fűződik. Egyik jelentősebb, amikor egy koldust látott fagyoskodni télvíz idején, és a köpenyét ketté vágta kardjával, és ráhelyezte erre a koldusra, hogy ne fázzon. A másik pedig, ami kicsit kapcsolódik a ludakhoz is, hiszen Szent Márton napján ez is egy jelentős momentum, hogy sült, illetve mindenféle lúdételeket fogyasztunk, hogy mielőtt püspökké szentelték volna, ő nem nagyon szerette volna ezt elvállalni, úgyhogy egy lúdolba menekült, de hát ott a madarak elkezdtek gágogni, úgyhogy így lebuktatták őt, tehát nem tudott megmenekülni ettől. Szent Márton püspök azért is, Szent Márton azért is jelentős a magyar néphagyomány vagy hagyomány számára, mert az egykori Pannonia területén született, római katonatiszt volt az édesapja, és hát azon vitatkoztak, hogy hol, mert Pannonhalmát is szülőhelyéről jelölik meg, és természetesen Szombathely valószínűleg az eredeti szülőháza. Szent Márton az embereket mosolyra deríti. Ugye a múlt héten a halálról, az elmúlásról beszéltünk, Szent Márton pedig ennek a kis farsangnak, ami ugye Szent Mihálytól Katalin napig tart, nagyon jó napja, hiszen ilyenkor kell megkóstolni az újbort, mert az újbornak Szent Márton a bírája, így szokták mondani. Libát kell enni, mégpedig azért, hogy aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik. Úgyhogy vannak ilyen jó szólások, mondások, amik arra biztatják az embereket, hogy egyenek sok libahúst ilyenkor, és igyanak hozzá bort, mert ilyenkor már megmutatkozik az új bor, hogy milyen is lett. Úgyhogy Márton napja mindenféleképpen a vidámságnak, az örömnek a napja, és nagyon sok helyen, például Kalotaszegen is ilyenkor bálokat tartanak. Ugye a bálok a népnyelvben nem operabált jelentenek, hanem táncalkalmat, amikor előfordult, hogy csak dudaszóra, de többnyire hegedűszóra, vagy esetleg, ha sikerült összeszedni egy kis zenekart, akkor annak a hangjai mellett táncolnak.